Ezzel a rendőrségi szállítójárművel érkezett a pécsi járásbíróságra az apját életveszélyesen megsebesítő késelő pénteken. A Kozár Mislényi 19 éves elkövető előzetes letartóztatásáról kellett dönteni. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a fiatalembert, figyelemmel a cselekménynek az előzményeire, jellegére és a felek közötti viszonyra megalapozottan fennáll a bűnismétlésnek a veszélye, ezért az ügyészség szükségesnek látta a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek, a letartóztatásnak az elrendelésére vonatkozó indítványt. Ezt végül elfogadta a bíróság, és egy hónapra letartóztatták a fiatal férfit. Az ügyészség és a vádlott is elfogadta a bírósági döntést. A bűncselekmény november 23-án történt Kozár Mislényben. Veszekedés alakult ki az anya és a fiú között. Majd az apjával is dulakodni kezdett az elkövető. Végül egy 18 cm pengehosszúságú kést vett magához, majd az egyik szobába menekülő szülei után ment. A késnyelével betörte az ajtó üvegét, és újra támadni akart. Az apa megpróbálta lefogni fia kezét, azonban a fiú az ajtón keresztül olyan erővel szúrt az apja felé, hogy oldalról megsebesítette a mellkasán. Ezért ellene életveszélyt okozó testi sértés miatt nyomoznak a baranyai rendőrök.